tesztekkel kapcsolatban előjáróban annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy át kell gondolnunk ebben a nagy digitális átállásban azt, hogy mire akarunk teszteket használni. A Google Classroom-ban készíthető tesztek nem alkalmasak arra, hogy tökéletesen modellezzék az iskolai dolgozatokat. Hiszen egy, nem tudjuk ellenőrizni, hogy a tanulónk éppen kipuskázza-e az adott évszámot a könyvéből vagy az internetről, és kettő, nem tudunk időkorlátot adni a feladathoz. Az utóbbit még ki lehet küszöbölni azzal, hogy a Redmentán keresztül készítünk tesztet, ott beállítunk egy időlimitet, és azt küldjük el a tanulóinknak Google Classroom-on. De ettől még simán puskázhatnak. Én személy szerint egyetértek a tanárblog íróival abban, hogy sokkal inkább nyílt végű, kifejtős kérdéseket kell alkalmaznunk, ha mindenképpen jegyre menő feladatot szeretnénk adni a tanulóinknak. Mindenképpen nagyon melegen ajánlom a tanárblog Hogyan tanítsunk hatékonyan a digitális iskolában című írását, amit a videó alá be is linkelek. Ezek tudatában szeretném bemutatni azt, hogy hogyan tudunk a Google Classroom-on keresztül tesztfeladatot adni a tanulóknak. Még mielőtt a tesztfeladatot elkezdenénk kreálni, fontos átgondolni azt, hogy hogyan fogjuk használni a feladatot. Az egyik opció, hogy küldök a tanulóknak valamilyen tananyagot, videót, egy weblapot, és arra kérem őket, hogy ezután, ennek elolvasása vagy megnézése után végezzenek el pár nem jegyre menő gyakorló feladatot, hogy ezzel lássam, hogy dolgoztak, megértették azt, amit láttak vagy olvastak. Egy másik opció, hogy tesztet készítek, amire jegyet kapnak. A videóban azt is megmutatom, hogy milyen beállításokat kell alkalmazni a két különböző opcióhoz. Ebben a videóban egy kicsit máshogy fog kinézni a felület, de ez nem jelent semmi változást. Most azt fogom elmagyarázni, hogy hogyan lehet tesztfeladatot létrehozni egyéni tanári felhasználó fiókkal. Hogyha iskolai fiókkal hozunk létre tantermet és szeretnénk létrehozni feladatokat, ez egy fokkal macerásabb. Viszont azt is majd el fogom magyarázni egy következő videóban, hogy hogyan lehet ezzel kapcsolatos problémákat egészen egyszerűen áthidalni. Itt vagyunk a feladatok fülön, és a létrehozás gombra kattintva a tesztfeladatot fogom most kiválasztani, és egy tesztfeladatot fogok létrehozni. Mondjuk ugye maradunk a 45 utáni magyar töri témánál, akkor legyen az, hogy 1945-49 közti töri utasításnak beírom, hogy kérlek, keddig csináljátok meg ezt a feladatot. És ez a feladat mondjuk, ez egy 6 pontos feladat lesz, majd megpróbálok 6 pontnyi feladatot létrehozni. Határidő, meg ugye kedd, ahogy leírtuk, rámegyek ide, és akkor keddet kiválasztom, március 17, mondjuk legyen éjfélig beadhatják, hogyha nincs jobb dolguk, témakört, hogy még beállítom, hogy a 45 utáni magyar történelem, itt azért akkor jobban rendszerezett lesz az egész. Ha ez megvan, akkor még mielőtt a feladat kiosztására mennék, erre kell rákattintanom, erre a Google űrlapra. De hogyha egy olyan feladatot szeretnék, amikor egy videót meg kell nézni, vagy el kell olvasni egy fejezetet, vagy egy weblapot meg kell nézni, akkor ezt ugyanúgy, ahogy az első videóban elmagyaráztam, a hozzáadás gombbal megtehetem. Tehát nézzük, hogy néz ki az űrlap, ami maga a teszt. Először is érdemes egy címet adni itt és itt ennek az űrlapnak. 1945-49 teszt. Ezt fogom Ctrl-C, Ctrl-V-vel ide bemásolom. Meg is történt. Az űrlap leírásában adhatok utasításokat, hogyha szeretnék, hogyan kell kitölteni, meddig töltsük ki, emlékeztetőt írhatunk a tanulóknak. És akkor nézzük meg 4 alapvető kérdésfajtát. Első a feleletválasztós kérdés. Például ki volt a kommunisták legismertebb vezetője 1945 és 1956 között, vagy 49 között,
Megadhatok itt két választást, mondjuk Horthy Miklós, ami természetesen nem igaz, vagy azt, hogy Rákosi Mátyás. Ugye itt ki kell majd választaniuk, hogy melyik lesz a helyes válasz. De ezt nekünk előre be kell állítanunk, azért, hogy a teszt saját maga kijavíthassa a feladatot, és ezzel nekünk ne kelljen semmit se csinálnunk. Rámegyek arra, hogy válaszlap, és hogyha válaszlapon vagyok, akkor először megadom, hogy hány pontot ér ez a teszt. Ugye 6 pontot szeretnék csinálni, akkor ez legyen 1 pont. És akkor kiválasztom, hogy hát nem Horthy Miklós, hanem Rákosi Mátyás az, akire rá kell menni. Így, hogyha a tanuló Rákosi Mátyásra kattint, akkor automatikusan 1 pontot fog neki adni a rendszer a teszt végén. Feedbacket, tehát visszajelzést is előre írhatok. Például, még egyszer mutatom, hogyha erre kattintok, akkor helytelen és helyes válasz esetére is írhatok visszajelzést. Helytelen válasznál például beírhatom, hogy olvasd el jobban a 105. oldalt. Helyes válasznál pedig azt, hogy így tovább. És ezt is látni fogják a tanulók. Másik feladattípusunk a jelenő négyzetes. Itt például olyan feladatot tudok feladni, hogy megadni, hogy mely pártok voltak a baloldali blokk tagjai. És akkor megadom, hogy MKP, FKGP, SDP vagy és egy MPP, és itt azt szeretném, hogy azokat jelölje be, amelyik a baloldali blokk tagjai voltak, és egyet vagy többet ne. Ugyanígy a válaszlapra rá kell mennem, és be kell állítanom, hogy egy pontot fog érni ez a feladat, és az MKP, SDP és NPP-t kell bejelölni, hiszen ugye ez a három párt volt a baloldali blokk tagja, az FKGP nem, tehát hogyha azt bejelölik, vagy a háromból csak kettőt jelölnek be, akkor nem fogják megkapni ezt az egy pontot. Kész. Harmadik rövid feladattípusunk, ez a rövid válaszos. Itt mutatom még egyszer, hogy itt tudok mindig létrehozni új kérdéseket. Új kérdés, és itt beállítom, hogy rövid válasz. Például legyen az a rövid válaszos kérdésem, hogy hogy hívták az 1946-ban megválasztott köztársasági elnököt, és a válaszlapon pedig beírom azt, hogy ez egy pontot fog érni, és a helyes válasz hozzáadásánál, tehát mutatom, itt kell rákattintani, helyes válasz hozzáadása, beírom, hogy Tildy Zoltán. És Tildy Zoltán volt ez a köztársasági elnök. Hogyha kedves akarok lenni, akkor még megadhatom azt is helyes válasznak, hogy Tildy, de szerintem maradjunk a Tildy Zoltánnál. Tehát egyszerre több választ is elfogadhatok, több választ előre megadhatok. Hogyha a tanuló beírja azt, hogy Tildy Zoltán, megkapja a pontot. Kész. Érdemes szekciókat, vagy hát szakaszokat létrehozni, mondjuk rövid kérdések és hosszú kérdések között. Ezt úgy tudom megtenni, hogy az egyik kérdésre ráviszem ugye a kurzort, és rá is kattintok, és akkor nem kérdést adok hozzá, hanem panelt. Egyébként látszik, hogy itt videókat és képeket is simán hozzá lehet adni, és egy panelt akarok hozzáadni. Ez egy új szakasz lesz, igazából ez egy oldaltörést fog betenni a tesztbe. Itt látszik egy oldaltörés. Ennek azt a címet fogom adni, hogy kifejtős kérdések. És akkor ide rövid kifejtőst, vagy akár eszélyszerű kérdést is meg lehet adni. Itt, hogyha erre kattintok, akkor hozzáadhatok egy új kérdést. És ez a kérdés, ez bekezdés lesz. A bekezdést fogom kiválasztani. És az lesz a kérdésem, hogy, vagy hát a feladat, hogy mutasd be, hogy mit jelentett az úgynevezett szalámi taktika. És beírhatom a zárójelbe, hogy maximum 5 mondatot írj, hogyha ezt szeretném korlátozni. Ugye bekezdésem vagyok. Hogyha szeretnék, akkor egyébként képet is feltölthetek ehhez. Mondjuk egy történelem érettségére felkészítő esszé feladatnál ez egész hasznos lehet.
saját képeim közül, majd kiválasztok valamit, hát mondjuk kiválasztom ezt a képet, és akkor ez itt is van bent a tesztemben. Kép Rákosiról. Hát nem biztos, hogy sokat segít a szalámi taktika kifejtésében, de hát ha. Ugye ezt nem tudom előre beállítani, hogy maga javítsa ki az irományt, viszont ugyanígy be kell állítanom, hogy ez hány pontot érjen. 3 pont, ugye 6 pontot szerettem volna. Itt látszik fent, hogy az összpontszám az 6. Jó, ez is készen van. Akkor elméletileg a tesztünk az maga készen van. Ez egy 6 pontos teszt, egy hosszú kérdéssel, és 3 rövid kérdéssel, aminek megadtam a válaszait. Ugye, itt látszik. A kérdések alján, hogyha nem a válaszlapon, hanem a kérdés szerkesztőben vagyunk, mert egy ilyen gomb, hogy kötelező. Hogyha ezt beállítom, hogy kötelező, és beállítom a rövid kérdéseknél, a kérdés szerkesztőben, hogy kötelező, ez azt fogja jelenteni, hogy ha létrehoztam szakaszokat, tehát oldalakat, itt ezzel a szakasz, vagy panel hozzáadása gombbal, akkor a tanulók az első 3 kérdés kitöltése nélkül nem tudnak átugrani a második oldalra. Ez egyéni preferencia, hogy ezt beállítjuk-e, vagy sem. És nézzük meg, hogy a beállítások fülnél mit tudunk csinálni a tesztünkkel. Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy gyűjtse az e-mail címeket, hiszen erről tudjuk majd a tanulókat felismerni. És a kitöltésről szóló megerősítő üzeneteket is szerintem állítsuk be, ilyenkor küld a rendszer a tanulónak egy üzenetet arról, hogy kitöltötte a tesztet magát. Hogyha beállíthatjuk azt, hogy mindig küldjön, vagy csak akkor, hogyha kitöltő kéri ezt. Korlátozhatjuk egy válaszra, vagy nem korlátozzuk. Hogyha gyakorlás, akkor érdemes ezt üresen hagyni, hogyha ez egy teszt, akkor pedig érdemes ezt bepipálva hagyni. Szerkesztés elküldés után szintén, hogyha ez egy gyakorló feladat, akkor ez lehet, szerintem érdemes benne hagyni, hogy ezt lehessen szerkeszteni, hogyha nem, akkor pedig nem. Prezentáció részen. A folyamati jelzőt azt akkor érdemes megjeleníteni, hogyha több szakasz vagy több oldal van, mert ilyenkor a tanulók látják azt, hogy hányadik oldalon tartanak és hány van még vissza. Kérdések sorrendjét is bármikor összekeverhetjük, ha szeretnénk. És ezt általában csak akkor szeretnénk, hogyha ez egy gyakorló feladat, hogyha ez egy teszt, akkor szerintem x-eljük ki, tehát ne küldhessenek be új választ a tanuló. A megerősítő üzenetnek pedig írhatjuk, hogy köszönöm, hogy kitöltötted a tesztet. És itt a teszt fülön pedig be lehet állítani, hogy igen, ez egy teszt legyen, és teszt is maradjon. Az érdemi egy közzétételénél azt láthatjuk, hogy van olyan opció, hogy rögtön az elküldés követően mutassa, hogy hány pontot ért el a tanuló, és van egy olyan is, hogy később a kézi ellenőrzés követően. Hogyha ez egy gyakorló teszt, akkor érdemes rögtön az elküldés követően beállítani. De ugye ennek csak akkor van értelme, hogyha zárt végű kérdéseink vannak, tehát olyan kérdések, amelyeket a teszt ki tud saját maga javítani. Hogyha ez egy dolgozat, és van olyan kérdés benne, amit nekünk kell kijavítani, akkor érdemesebb a kézi ellenőrzést beállítani. Bármelyiket választjuk, azt is meg kell adnunk, hogy mit láthatnak a tanulók a visszaküldött tesztnél, kérdéseket, elrontott kérdéseket, helyes válaszokat, pontértékeket, ez ránk van bízva. Itt egyébként van egy leírás arról, hogy pontosan ezek mit jelentenek. Elmentjük. Ez így meg is van, mivel a Google folyamatosan ment, ezért ezt akár ki is x-elhetjük.
És itt, hogyha frissítenénk, nem muszáj frissíteni, akkor láthatnánk, hogy itt készen van ez a kvíz. Osszuk is ki a feladatot, ezt a 6 pontos feladatot. Megjelenik a feladatok oldalon ez a 1945-49 közti töri tesztfeladat, amit ugye nem nekünk kell megcsinálni, hanem most be fog jelentkezni egy másik oldalon, ugye tanulói oldalról. Itt van a feladat, megtekintem a feladatot, és mint tanuló elkezdem kitölteni, hogyha erre kattintok. Fontos, hogy a tanulóknak egyébként mondjuk, ezt érdemes a feladatok, az ilyen tesztfeladatok leírásánál közölni a tanulókkal, hogy amikor befejezik, akkor jelöljék meg készként a feladatot. Nézzük a tesztet. Beírom az e-mail címemet. Most ez egy fake e-mail cím lesz. És akkor kitöltöm a feladatot. Itt ugye megkevertem a sorrendjét a feladatoknak. Itt rossz választottam meg, itt helyeset, és itt is helyeset. Ezt most, hogy ha engedik, akkor nem fogom kitölteni, de beírok azért valamit, hogy látszódjon az, hogy nálam is, tanárnál is látszódni fog az, amit ideír a tanuló. Itt egyébként a tanuló ezt beállíthatja, hogy a saját válaszairól a megadott e-mail címre kapjon egy másolatot, és azt meg tudja akkor később mutatni a tanárnak, hogy hát én tényleg kitöltöttem ezt a tesztet. Ugye nem állítottam be azt, hogy megnézhessem a válaszaimat, és kapjak egyből visszajelzést. Ezt majd akkor fogom tudni, hogyha kijavítottam, mint tanár. Ezt bezárom. Én saját magam kitöltöttem, és itt látszódik is egyébként, hogy leadtam a tesztet. Ez néha nem csinálja meg automatikusan, és akkor emlékeztetni kell még egyszer a tanulókat, hogy nyomjanak rá arra, hogy jelölést készként. Nézzük, hogy a tanár ebből mit lát. A tanári oldalról én rámegyek a tesztre, így látszik, hogy egy be van már adva. Ilyenkor nekem ezt úgy fogja kidobni, mintha egy teszt lenne, amit én kitölthetnék. Hogyan megyek át a szerkesztői részre, ez a kérdés. Itt a jobb alsó sarokban van ez űrlap szerkesztése gomb. Erre rákattintok. És már szerkeszthetem is a saját tesztemet. Látszik fent, hogy már egy választ kaptam rá. Ez lehet akár 10-20-30 válasz is. Itt ad nekünk egy összegző statisztikát, gyakran elhibázott kérdésekről, az, hogy ki hány pontot ért el, stb. Ez egész hasznos lehet. Viszont nézzük meg, hogy az egyéninél mit látunk. Azt látjuk, hogy itt vannak a különböző e-mail címek, amik alapján megkaptuk a válaszokat, amiket be kellett írnom. És ez az ember, ami ugye én voltam, az hát itt helyes választ adott, így tovább, itt ugye nem adott helyes választ, mert ez lett volna, itt pedig szintén helyes választ adott. Ezért volt ez a 3 pontos kifejtős kérdés, hát erre nem nagyon tudok választ adni, vagy hát pontokat adni. Adhatok rá egyéni visszajelzést, hogy hát Ádám, ez nem sikerült, de hogyha jó fej vagyok, akkor itt nem muszáj 0 ponttal hajlom, hanem adhatok neki egy egész pontot jó fejségből, és ilyenkor ezt el kell mentenem. Akkor látszik, hogy ez az ember kapott 1 pont, 1 pont, 0 pont, 1 pontot, összesen, ha felmegyek, akkor látszik, hogy bocsánat,
Itt két pontot kapott a háromból, itt a háromból egyet a két szakaszon, és összesen 6-ból 3 pontot, ha rámegyek a pontszám elküldésére, akkor vagy az összes válaszadónak, most ugye csak egy van, vagy csak saját magamnak erre a furcsa e-mail címre elküldhetem a pontokat. És ki is léphetek ebből. És megnézzük, hogy rekattintunk még egyszer a beadott részre, és itt érdemes nekünk azért feljegyezni, hogy hány pontot kapott ez a tanuló, mivel ugye nem a saját e-mail címemmel dolgoztam, ezért beírom, hogy az 3 pont volt, és érdemes itt ezt elmenteni saját magunknak is, a legvégén visszaadni mindenkinek, hogy 3 pontot kapott, vagy hány pontot kapott. Ezt nagyon gyorsan megmutatom, hogy az érdemjegyek alatt, ez egyébként látszik is, hogy rajta jelzem, 3 pontot kapott itt ezen a teszten 6-ból. A maradék két videóban pedig kisebb trükköket fogok megmutatni a Google Classroom használatával kapcsolatban, valamint szeretnék válaszolni gyakran felmerülő kérdésekre, problémákra, és választ nyújtani arra, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani.